Korlátozások és védőintézkedések közepette készülnek a karácsonyra Tordán. Persze a gyerekek most is ugyanolyan örömmel fogadják az ajándékokat. Advent negyedik vasárnapján pedig megtelt a Nepomuki Szent János templom. Meggyújtva a negyedik adventi gyertyát, Masa Tamás plébános kitartásra bíztatta az 1000 lakosú közösséget, hangsúlyozva, hogy karácsony üzenete számunkra is élő valóság marad. Hogy bátorság, kitartás és imádságban virasztva, örvendezve ünnepeljük az ő születésének az ünnepét, ne ijedjünk meg a kihívásoktól, hanem méltó keresztény életet élve, betartva persze az előírásokat, az állami intézkedéseket, az egyház intézkedéseket, de mégis a szív örömében ünnepeljük Jézus születésének a napját. A határátlépési korlátozások miatt sok tordai család nem lesz együtt karácsonykor. Kocsiség számára a közös karácsonynak külön jelentősége van. A családfő és a két gyerek ugyanis Magyarországon dolgozik, az édesanyja pedig Tordán van. Az ő karácsonyuk olyan lesz, mint minden eddigi. Mióta együtt vagyunk az Erikával, minden karácsonykor anyósomékhoz megyünk ebédre, ott vannak lesznek a sógorék is, és hát utána megyünk édesanyámon kívánni karácsonyt, meg hát a húgomékhoz. Ez szinte már 25 éve így van. Úgyhogy örülünk, hogy itthon lehetünk, hogy a jelenlegi helyzetben együtt a család. A fiataloknak sem könnyű elszakadni a családtól, különösen amikor a hazautazás is nehézségekkel jár. Pontosabban júliusban voltam utoljára itthon. Azóta nem láttam anyukámat, ő itthon van, Tordán. És hát mostan karácsonyra szerencsére sikerült újra eljönnem, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy láthatom. A technika megkönnyíti a szétszakadt családok közötti kapcsolattartást. A személyes találkozás, különösen az idősek számára, mégis fontos. Nagymamákat is már nagyon rég láttuk, el is mentünk hozzá, naponta is, ilyenkor is minden nap elmegyünk. Az édesanyjának a legnehezebb. Kereskedőként dolgozik, közben vigyáz az itthon maradt szülőkre, a családi házra, melytől nem akarnak megválni. Ilyenkor a gondokat feletteti az ünnepre való készülődés. Karácsony bőtjén, akkor halászlét. A férjem szeret kocsonyát főzni. Karácsonykor pedig ilyen ünnepi ebédre szoktunk édesanyámékhoz és testvéremékhez elmenni. Tordán van egy különlegesség is, amely nélkül nem múlhat el a karácsony böjtje. Az pedig a gúduc kalács. Egyszerű fonott kalács, amelyet igazán csak Tordán lehet fogyasztani.